rendhagyó kiállításon vagyunk. A Vármegye Galéria, ahol Égerházi Imre jubileumi kiállítása megnyílt, elsősorban erdélyi vagy Erdélyből származó festők kiállítását rendezi meg. Ön viszont a hajdúságból származik. Igen. Én évek óta járok Erdélybe festeni, nem is évek óta, több évtizede, és Erdélybe nagyon sok barátot szereztem, akikkel együtt dolgoztam, akikkel együtt festettem. Az érzelmi kötődésem a családfán keresztül is megvan, mert az őseim Erdélyben képírók voltak, a fejedelmek udvarában dolgoztak, kazettás mennyezeteket festettek annak idején, ma is látható Gyulak után az egyik ősömnek, Égerházi Istvánnak a munkája. És az erdélyi festőkhöz, Erdélyhez való tartozásomat, érzelmi magatartásomat igyekeztem azzal bizonyítani, hogy a lehetőségeim közül ezt a galériát választottam. Tartalmilag, formailag miket tart a festészete legalapvetőbb jellemzőinek? Tartalmilag széles skálán dolgozok, de azért mégis csoportokba lehet szedni. Legjelentősebb az alföldi táj, alföldi emberek, hortobágyi emberek, Erdély, ahol talán a legszebb képeimet festettem, és ezen kívül nagyon sok képet festettem, tehát ez volna a negyedik csoport, a ismert zeneszerzőkről, írókról, költőkről, hát a művészvilágról festett képeimet, és ötödik csoportba sorolhatnám a külföldi útjaim során Európa különböző helyein megfestett képeimet. Itt, ezen a kiállításon most csak az Erdélyben festett képeim vannak, és néhány olyan kép, amelyik a halálon túli élettel kapcsolatos. Az utóbbiak már színükben is eltérnek az ön megszokott színeitől, hiszen általában a képein a vörös, az okker dominál. Ezeken a képeken viszont elsősorban a kék. Ez egy olyan élmény volt, ami úgy tűnik, hogy maradandó hatást gyakorolt önre. Úgy tudom, hogy éppen egy kiállítása nyílt meg Brédában, amikor ez a különleges élménye történt. Elmesélné, hogy hogyan történt ez? Igen, én korábban mindig okker, vörös, ezt a szín, meleg színvilágot használtam. Sokan vicceltek is, hogy adnak már egy kis pénzt nekem, hogy vegyek egy kis kék festéket, és használjam a kék színt is. Brédában kiállítása volt az alkotótábornak, és nagyon jó sikerült, minden rendben történt, és teljesen váratlanul éjjel kaptam infarktust, ahol igen szerencsés voltam, mert ugyanez, ha nem ott következik be, talán most nem beszélgetünk együtt. A éjszaka folyamán arra ébredtem, hogy nagyon ver a szívem, és szinte úgy éreztem, hogy az egész testem egy szíva meg ver és dobog nagyon keményen, erősen. És akkor elmentem a folyosó közepéig el. Autóriasztó? Nem kell. Én majd, ha megkapom a lehet, tehát így szólnak, és akkor én... Kérdezem, igen. Az erdélyi képei mellett a kiállításon néhány olyan kép is szerepel, amelyeket a halál közeli élménye után festett. Azt kérem, hogy mesélj el, hogyan születtek ezek a képek. Igen. Korábban én meleg színeket használtam, tehát a sárgát, az okkert, a vöröset, és ezeknek a variációival dolgoztam. Kollégák művésztelepeken, ahogy együtt festettünk, viccelődtek mindig, hogy vásárolnak nekem egy kis kék festéket, hogy a képeimen legyen már kék szín is, majd erre a kék színre még visszatérek. 1988. szeptember 17-én volt kiállításunk Brédába, a Hortobágyi Alkotótábornak. Megnyitották a kiállítást, minden szépen lement.
úgy sikeres volt a kiállításunk, tehát semmi stressz hatás nem volt, semmi olyan, ami indokolta volna, hogy két nap múlva, 19-én, hát infarktus kapjak. De azért, ha visszagondolok rá, korábban volt ennek már előzménye, csak én akkor azt nem annak tulajdonítottam. Az ember hajlamos arra, hogy a dolgokat úgy megmagyarázza, mi történik vele, feldolgozza. Olyan volt, hogy Magyaróskán, Zemplénben, ahol van nekem egy kis házam, kezdtem füvet kaszálni, és fűkaszálás közben megszédültem, és azonnal megtaláltam a mentséget rá, persze azért szédültem meg, mert süt a nap. Fejembe tettem egy nagy szalmakalapot, és megint kezdtem kaszálni, és megint rosszul lettem, le kellett feküdni. Amikor elindultunk Brédába, rosszul lettem, szerencsémre jött egy rendőrautó, és az úttesten vágódtam el, illetve hát estem össze, és a rendőrautó azonnal mentőt kért. Megjött a mentő, és nem rohammentő volt, hanem szállító. Nitromint tettek a nyelvem alá, nem is akartam már a kórházba bemenni. Végül mégiscsak bementem a kórházba, ahol megállapították az EKG, hogy semmi bajom nincsen, az érverésem, vérnyomásom minden rendben van. És maradjak benn kivizsgálásra. Tehát zsebben volt 6 embernek az útlevele, pénze, minden a brédai út miatt. És én elhatároztam, hogy nem maradok ott, elmegyek Brédába, mert a többiek hiába indulnának el, mindenem náluk van, a repülőjegy is. És akkor volt vagy 15 percem arra, hogy kiérjek az állomásra, és hát óriási sebességgel piroson át is mindenen, a nagy erdőről a nagy állomásra kiértünk, és a mozgó vonatra fel tudtam lépni. Ott megint rosszul voltam, le kellett feküdni. Tehát ezek már olyan jelek voltak, hogy valami nem stimmel a szervezetembe. De hát mondom, akkor is megmagyaráztam, azért lettem a vonaton rosszul, ugye, mert siettem, szaladtam, hogy a vonatba be tudjak szállni. És Brédában éjjel arra ébredtem 4 órakor, hogy annyira ver a szívem, hogy szinte kiugrik azonnal. A folyosón aludt a galéria tulajdonos, meg a férj feleség, odáig eljutottam az ajtóig, és mondtam, hogy azonnal orvost hívjanak, mert rosszul vagyok. Ezt még el tudtam mondani, és utána elvágódtam. És ott ők kétségbe voltak estve, és az a csodálatos, hogy abban a pillanatban, hogy én ott elvágódtam, én láttam őket. Ezen ugye egy kicsit csodálkoztam is, hogy azok ott olyan izgatottan topognak, kiabálnak fel a fölöttünk lévő emeletre az én festő barátaimnak, hogy jöjjenek le azonnal, mert beteg az Imre, és elvágódott, rosszul van. Ugyanakkor az egyikőjük elment telefonálni az asszony az orvosnak, és azonnal egyszer hívta utána közvetlenül a mentőket. És akkor nagy kétségbe esetten lejöttek a barátaim az emeletről, és hát meg voltak rémülve, hogy mi van velem, és én pedig felülről csak néztem, hogy mire ez az egész nagy izgalom, itt kétségbe vannak esve, hát nincs itt semmi baj, hát látom őket, hallom, és akkor úgy elsétált egy kutya a fejem mellett, egy kis, ilyen kis pici teketnek hívták ezt a kutyát, mondom, ez a teket még letalál pisilni, vagy hozzám dörgölődik az arcomhoz, hogy feküdtem, mert ilyenkor a kicsi kutya volt, és nem az volt bennem, hogy na most én meg vagyok halva, vagy valami, hanem hogy a kutya nehogy ott valamit engem megbántson ott lenne. És akkor a két festő barátom, Horváth János Szombathelyről és Hézső Ferenc Hódmezővásárhelyről, ők főiskolai tanárok voltak, tanulták az újjáélesztést, és egyik azt mondta másiknak, hogy komám, ennek már úgyis mindegy, mert meg van halva, mert előzőleg az érverésemet figyelték, szememet, meg mindenféle dolgokat csináltak ott, hallgatták a szívemet, és ők konstatálták mind a ketten, hogy ez meg van halva. És erre felmondták, hogy ennek már úgyis mindegy, próbáljuk meg újjáéleszteni,
És akkor ők megállapodtak ketten abban, hogy Hézsi a levegőt fújja számba, Horváth pedig majd a mellemet nyomkodja. Olyan szerencsével nyomkodta a mellemet, hogy pár óta a bordámat el is tört, de életre keltem. És ja igen, még akkor különféle testrészeimet is megnézték, mert ők mondták, hogy hullafoltos-e már, nézd már meg. És akkor megállapították, hogy nem. Na, az élesztés sikerült, és én akkor feltápászkodtam, felálltam. Csak gondolom, hogy a felállásnál az a tört borda fájdalommal járt, és én kérdőre vontam őket, hogy hát miért bántottak engem, meg mit csináltak velem. Szóval ott a kérdőre vonásban volt egy ilyen haragos magatartás is, de eddig jutottam el, mert megint elvágódtam. Tehát a haragomat, meg a elégedetlenségemet kifejeztem, és megint elvágódtam. És megint ugyanaz a riadalom, és közben én egész idő alatt őket mindig láttam, hogy ott mit csinálnak, ide-oda topognak, kétségbe esetten, mit beszélgetnek, nem mondom el, mert hosszú volna elmondani, hogy ők egymás között mit beszéltek ez alatt az idő alatt, de később, amikor nekik én ezt elmondtam, hogy ti mit beszéltetek, és mit csináltatok, hát nagyon meg voltak lepődve. Hát honnan tudod? Hát mondom, láttalak benneteket. Úgy kell ezt elképzelni, mintha mi most ebbe a kiállító terembe vagyunk, hogy én itt valamelyik sarokból, úgy felülről mindent látok. De nem csak ezt láttam, hanem amikor megszólalt a csengő az épület másik oldalán, ahova nem lehetett oda látni, akkor láttam, hogy egy őszhajú férfi állott, egy olyan 40-50 közötti férfi, és egy ilyen barna színű táskát letesz, a csengetés után letesz, és a bal lábán a barna cipőjét szépen megkötözi, mert nem volt megkötve a cipője, akkor felegyenesedett, és felvette a táskát. Közben Ineke, a galéria tulajdonos nő, kiabálta, hogy Károly megjött az orvos vagy a mentő. Na most az a csodálatos, hogy ők hollandul beszéltek. És én tisztán értettem, amit egymással beszéltek, ők hollandul. Ineke is egészen oda volt, amikor később elmondtam neki is, meg Károlynak, hogy ők ketten egymással hollandul mit beszéltek. Mert Ineke mondta, hogy jaj, de jó, hogy megjöttek, talán nem hal meg, vagy meg tudják menteni, vagy vissza tudják hozni, valami ilyesmit mondott. Szóval pontosan nem tudom most idézni, de ez volt a lényege, és akkor nem láttam. És az orvos se találkozott velem úgy, hogy én élek, én őt megismerhetem. És akkor kezdte a táskáját kipakolni, ott valamit elő akart venni, vett ott dolgokat elő, és közben beszélt hollandul Inekének, hogy sajnos nem tudtam hamarabb jönni, de mondom, ez nem volt több. A háziorvos körülbelül 3 perc alatt, vagy maximum 4 perc alatt érkezett meg, olyan gyorsan, mert a szomszédba lakott, és megint csengettek, és megjelentek a mentők. Na most a mentők őket megint beengedték, azokat is láttam. 2 férfi jött, ilyen hordággyal jöttek, és ezek rácsatoltak engem arra a hordágyra, és egy ilyen csiga lépcsőn nagyon ügyesen levittek. És azon szurkoltam, meg azon drukkoltam, hogy ezek engem el fognak ejteni azon a lépcsőn. Mert az egyiknek így a vállán volt, a másik pedig felülről így fogta, hogy mindig a vállán legyen, és úgy ment úgy utána, ahogy ők ott forogtak körbe. És hát ilyen félelem érzetem volt, hogy na most ezek, ha elejtenek, akkor mi lesz velem? De egyidejűleg, ahogy ők a lépcsőn mentek lefelé, és vittek engem, egy-egy időre láttam a kollégáimat is, meg hallottam a hangjukat, mondták, hogy gyorsan kapkodjunk még magunkra valami kabátot, vagy valamit, kísérjük el a mentőkkel. És akkor ott megállapodtak, hogy Kiripolszki Karcsi fog engem elkísérni a mentőautóba. És Karcsi nem volt kabát, elszaladt egy másik helyiségbe az emeleten, ahol ő aludt, és ott felvette a kabátját, de mondom, én ezeket mind láttam. De hogy milyen dimenzióba éltem, vagy voltam én akkor, hogy ezt a sok mindent egyszer egymás után úgy láthattam, el se tudom képzelni, és az, hogy
a holland nyelvet megértettem. Bár maradt volna belőle valami, sajnos nem maradt belőle semmi. És mert nem tudott hollandul abban az időben. Nem tudtam, most se, akkor se tudok. És akkor, ahogy levittek, azért vittek le, mert azt mondták a mentősök az orvosnak, hogy nekik van készülékük, élesztő készülékük, és hamar levisznek engem, és inkább ott próbálják az újjáélesztést, ne pedig lent. És a kocsiba valóban hozzákezdtek, és sikerült engem életre kelteni, és akkor elindultunk. Ment a kocsi egy darabig, amikor azt mondta az egyik fiatal mentő orvos az idősebbiknek, meg ketten voltak, hogy, és még volt egy szállító is, és akkor azt mondta, hogy na nézd már, kiegyenesedett. Ez hollandul mondta. Kiegyenesedett. És az öreg oda nézett, az idősebbik, hát azt mondja, úgy látszik ez ennek vége, nem lehet vele mit kezdeni. Hát már harmadjára történik ez a dolog meg vele, és a fiatal elkezdett rimánkodni szint az idősebbiknek, hogy én hadd éleszem, azt mondja, hagyjad, nem, azt mondja, azért próbáljuk meg. Na, a második mondat utána az idősebbik azt mondta, hát próbáld meg, de nagyot adjál neki, szó szerint ezt mondta, hogy nagyot adjál neki. Hát nyilván az az ütés, amit kaptam. Ez Kiripolszki Karcsi, aki ott volt, az elmondta, hogy akkor ütést kaptam, meg leégett a mellemen a szőr, minden, hogy majd felborult a kocsi. Ő így határozta meg, hogy akkorát ütöttek, és életre keltem megint. És akkor ezekben a helyzetekben, amikor így nem éltem, akkor, tehát valószínűleg klinikai halál állapotában voltam, lejátszódtak egyidejűleg más dolgok is. Tehát ez a története a dolognak, ami történt velem. De ugyanakkor más dolgok is történtek ezzel párhuzamosan. Nem láttam is a dolgokat, hallottam is, és még egy dolog történt, mégpedig az, hogy mielőtt ezt elmondanám, előre bocsájtom, hogy én azt megelőzően, hogy az infarktusom volt, annyira féltem a haláltól, hogy nem is szerettem rá gondolni, hogy egyszer meghalok. Mindig szomorúvá tett a gondolat annak, hogy a világ tovább megyen, zöld lesznek a fák, tél következik, az emberek egymást szeretve jönnek, mennek, de mindez már innélkül nem történik, és ez mindig úgy lehangolt, ha a rádióba például haldoklott valaki, vagy a tévébe, vagy a nagyon a halállal kapcsolatos dolog történt, én azonnal kikapcsoltam, kimentem, nem olvastam el, hármat lapoztam a könyvbe, hogy ne hasson rám, mert olyan nehezen tudtam elviselni ezeket. És hát irodalmi ismeretem meg egyáltalán nem volt olyan halálon túl élettel kapcsolatosan, nem is hallottam, nem is foglalkoztam vele, de ha lett volna, akkor is elkerültem volna. Ezt azért bocsájtom előre, mert később aztán az élményeimet, amikor elmondtam másoknak, akkor a látomásaimat, akkor kiderült, hogy azok, akik hasonló dolgot éltek át, ha nem is úgy, de úgy rokon módon mondják el, mint ahogy én ezt megéltem. Tehát az élményem az volt, hogy minthogyha valahova iszonyú nagy sebességgel repülnék valahova. De nem lehetett azt tudni meg érezni, hogy az egy alagút volt, vagy egy cső volt, vagy valami, csak valamilyen sustorgó hang, amelyik a nagy sebességeknél keletkezik, valami ilyesmi hang volt. Talán, ha nagyon pontos akarnék lenni, akkor azt mondhatnám, hogy egy picit, mintha fémes hang lett volna, de ebbe se vagyok már olyan biztos, hogy fémes hang volt. De valamilyen hang volt, és akkor mindig lepergett előttem az egész életem. És ennek, hogy megmaradtam is örülök, és annak is nagyon örülök, hogy ez így megvolt, mert így visszamenő életemet nagyon pontosan ismerem.
Nagyon pontosan tudom most, sokkal jobban, mint az infarktusom előtt, hogy mi történt velem. Visszajöttek a lepergések folytán életemnek azok a momentumai, amit én már úgy elfelejtettem, hogy nem is emlékeztem rá. Most egész tisztán tudok olyan dolgokat, amit akkor infarktus előtt már nem tudtam. És mindig megérkeztem valahova. Tehát egy sustorgó hang, egy repülés, és valahova megérkezés. És sohasem zárt térbe értem meg. Minden alkalommal valahol szabadba, leginkább egy ilyen parkszerű valaminek mondhatnám, de nem az volt, csak ha mi ismert viszonyainkhoz hasonlítanám, akkor azt mondanám, hogy egy térre érkeztem, ahol voltak fák, némely helyen volt valami vízszerűség, volt valami hídszerűség, és hát különféle építmények, különféle olyan általam eddig nem látott, nem ismert objektumok, amelyek csak ott voltak találhatók. Most ezek a térre érkezések, vagy valahova való érkezések, ezek mindig mást adtak, vagyis más történt. Nagy dolgok nem történtek. Nagyon röviden olyan, minthogyha egy ilyen néhány másodperces filmsnitt lenne. Tehát megérkeztem valahova, ott történt valami nagyon rövid ideig, és akkor aztán kivilágosodott, és megszűnt. Ilyen élményem, kilenc ilyen élményem volt. Később pedig ezek az élmények, amik akkor velem megtörténtek, mikor már itthon voltam, egy párszor álmodtam, de most már nem volt se visszapergés, se sustorgó hang, csak valahova megjelentem, és különféle érzelmi dolgok történtek velem, különféle olyan dolgok, amiknek már semmi kapcsolata nincs azokhoz a látomásokhoz, hanem egy szokásos éjszakai álom formájában megéltünk már hasonlót, számtalan ember megélt, de hogy a kettő összekeveredett, a látomás és az álom élménye, ez is érdekes volt, három ilyen élményem volt, és ezt mind a hármat megfestettem. Az élményeiről tehát egy festménysorozatot készített. Igen. A brédai kórházból, amikor hazahoztak, hát igen, rossz állapotban voltam, nagyon sok mindent bíztak ott rám a Brédába, de még mielőtt a képekhez kezdenék, és elmondanám, hogy mit festettem meg a látomásokból, elmondanám azt, hogy Brédába a házi orvos engem felkeresett. Eljött oda, és szellőztetés volt, és így eléggé be voltunk állig takarva. Hárman voltunk abba a kórterembe, egy vietnámi, egy német, meg én. És mindenki így volt betakarózva, és bejött a doktor, tehát a házi orvos. Bejött. Ahogy bejött, én azonnal megismertem, hát bejött a házi orvos. És az ott nézelődött, és én nem ismert fel engem, nem ismert fel. És akkor én oda szóltam neki, hogy hello doktor! És akkor odafordult felém, és akkor elindult az ágyamhoz, és mindjárt kérdezte, hogy na hát, Heréger, Háci, Vikét, stb. És hát mondtam, hogy most már, hál' Istennek, jobban vagyok, meg hát elmeséltem, hogy ezt a bizonyos fájdalmat, amit nekem szúródás fájdalmat okoz, hogy milyen ügyesen ezek a belga orvosok, mégis holland orvosok, hogy hogyan fogadják levelem. Éppen ezt meséltem neki, hogy jobb kezet a hón alá kellett tenni, bal kézzel lefogna a jobb kezet, és leszorítani, ha köhögök. És ebben a pillanatban, amikor ezt magyarázom neki, így megnyúlt az ábrázata, és olyan furcsa arcot vágott, és azt mondja, hogy moment, azonnal jövök, és elment valahova, és később nem sokkal visszajött a kórház több orvosával és másokkal, és letettek ilyen
kis magnót az asztalra, nem is egyet letettek, és kezdtek kérdezősködni, hogy na, mondja meg csak, honnan ismerte fel maga az orvost. És én akkor azt mondtam neki, hát hogyne, hát én láttam őt, amikor bejött. És akkor mondta az orvos, hogy nem láthatott, hát nem volt eszméleténél, hát halott volt, úgy kellett éleszteni. Tehát ez nem mondja, hogy engem látott, de mondom, én láttam, hát hogyne láttam volna. És akkor elmeséltem neki a barna táskát, a bal cipőt, meg mindent elmondtam. És azok csak bámultak, hallgatták, és aztán nekiálltak, közös erővel és több órán keresztül elkezdtek engem kérdezgetni mindenféle dolgokról. Mivel nem beszélem a német nyelvet olyan szinten, hogy ezekre nyugodtan tudtam volna jól válaszolni, meg sokszor nem is nagyon értettem meg, mert azt a szót nem ismertem, akkor azt mondtam, hogy a kérdésekre, mivel nehezen tudok válaszolni, magyarul válaszolok. És itt a szembe lévő fogházba van egy német István nevű fogházőr, az egy magyar fiú, ő őrzi az utolsó Hollandiában lévő háborús bűnöst, és hívják ide, és ő majd mindezt lefordítja, amit én most fogok mondani. És attól kezdve minden kérdésükre válaszoltam magyarul, és biztos vagyok benne, hogy ők azt később lefordítgatták, megbeszélték. És hát ez én szerintem egyik bizonyítéka annak, hogy az ember, amikor meghal, nem hal meg, hanem valamilyen formában valahol tovább él. Lehet, hogy a teste az elporlad, az megszűnik, de a szellemisége, vagy a lelke, vagy nem tudom milyen, de az él valamilyen dimenzióban valahol. De hogy nem ebben, amiben élünk, az biztos, mert akkor nem láttam volna az épület túlsó oldalára, nem tudtam volna hollandul, meg hát egyes dolgokat nem értettem volna meg. Ez nagyon, nem csak nekem, de azoknak, akik ott jelen voltak, mindenkinek úgy tűnt nekem, hogy nagy élmény volt, és ők még később is sokat, míg ben voltam a kórházban, sokat beszéltek erről, és én azt hiszem, hogy sok mindent lehet mondani az embernek a halálon túli élettel kapcsolatban, de bizonyítéknak talán az egyik. Ez az egyik legnagyobb ér, vagy a legnagyobb bizonyíték. Na most a képekkel kapcsolatosan. A következő évben is voltam Hajdúbeszörményben a Nemzetközi Művésztelepen, mert alapító tagja vagyok, és 32 évig festettem ezen a telepen. És elhatároztam, hogy én azokat az élményeket, amelyek velem ott történtek, meg fogom festeni. És hozzá is kezdtem a megfestéséhez, méghozzá úgy, hogy az első élményemet kezdtem festeni. Akkor talán térjünk vissza a festményekre. Milyen érzéseket, élményeket próbált megfesteni ezeken a képeken? Amikor már jobban éreztem magam, elhatároztam, hogy a látomásaimat, azt a 9 látomást, én mindenképpen meg fogom festeni. A cél, amiért meg akartam festeni, az volt, hogy egyszer valaki csak meg tudja fejteni ezeket a dolgokat. Nyilván a tudomány előre halad, és valakinek egyszer eszébe jut, hogy na volt egy festő, aki, ahogy szokták mondani, idézőjelbe teszem, oda át járt, és csinált valamit, hát nézzük meg, mi van azon a képen. Nem törődtem azzal, hogy kompozíciós rend legyen a képen, hogy a képszerkesztés szabályai szerint fessem meg a képet, és nekem a legnehezebb az volt, hogy hideg színekkel kellett nekem megfesteni ezt az egész látomást, mert ugye korábban meleg színekkel dolgoztam. És elkezdtem festeni Hajdúbeszörménybe a művésztelepen az első képet. És annyira átéltem, hogy szinte rosszul lettem. Annyira rosszul éreztem magam, hogy nemhogy szinte rosszul lettem, hanem rosszul lettem. És akkor felhívtam egy kedves barátomat, Katona Gábor, belgyógyász főorvost,
és mondtam neki, hogy rosszul vagyok, megfestettem az első képemet a látomásról, és ő akkor azt mondta, hogy hát most szedd be ezeket, meg ezeket a gyógyszereket, feküdj le, pihenj, nem sokára ott vagyok, és majd megbeszéljük a továbbiakat. Mert én közben mondtam neki, hogy akármilyen rosszul is vagyok, én meg akarom ezt festeni. Megérkezett, és megállapodtunk abba, hogy pihentetőnek, tehát nem a nagy élményt festem, hanem ő látta a Nagy Iváni régi temető című rajzomat, azért fejtsd meg ezt a temetőt, hát ezzel majd pihenteted magad, szokatod a témához, és aztán festeted a többieket. Hát így kerül sor majd a második kép megfestésére. Az első nagyon röviden elmondanám, hogy tehát az első festmény. Az első képről. Az ismert sustorgó hang, száguldás, repülés, valahova megérkezés, és ott a téren, ahova érkeztem, hát természetesen az élet lepergése is időközben megtörtént, ott volt egy folyó, egy nem is folyó, inkább kanális-szerű valami, ezen nagyon sebesen, gyorsan ment, és az idő, minthogyha ilyen borús, viharos, esős idő lett volna, és falevelekkel volt tele, meg ágakkal ez a bizonyos kanál is, és jobb oldalon volt egy olyan kis hídszerű valami, ami alá befolyt a víz. A parton pedig hatalmas fák lógtak, ágai lógtak bele a vízbe, és a víz el is hajtotta egy kicsit. De hogy milyen fa volt, azt nem tudom megmondani, mert semmiféle általam eddig ismert fához az a fa nem hasonlított, de ha mégis rokonítani kellene, akkor azt mondom, hogy a fűzfához hasonló valamilyen fa volt. Na, ezen a vízen úszott egy ág. Ennek az ágnak egy ilyen száraz faág szerű valami, voltak kisebb ágai, fentebb is, lentebb is. És mielőtt abban mélyedésbe, sötét valamibe beleért volna, lement volna ez az ág, feltűnt, hogy egyszerűen ez az ág élővé változott. Mintha élne. És ugyanebből a pillanattól kezdve a szembe lévő fák, amelyeket ott látni lehetett, a törzsük is szinte úgy lélegzett. Úgy látszott, hogy a fák is élnek. És az ágak némelyik átváltozik olyan élő valamivé, és az ág, ennek a száraz ágnak az alsó részén lévő ágai, annak a falnak, mint egy emberi láb neki támaszkodott, és úgy görcsösen a másik száraz ág, egyik, amelyik fente volt, felkapaszkodott, és elkapott egy ágat. És hogy elkapta azt az ágat, akkor abban a pillanatban egy kézformaszerű látszott, és az így kereken megvilágosodott. És látszott tisztán, hogy az egy emberi kézhez hasonló, és nem fa, nem olyan, mint egy fa, és az fogta, és on görcsösen, ahogy a szél mozgatta, látszott, hogy nem akar belemenni abba a bizonyos sötét lyukba. És akkor benyúlt egy kézszerű valami, de az nem volt kéz, hanem egy olyan homályos, de inkább kézre emlékeztető valami, megragadt ezt az ágat, kidobta a partra, és ott a parton hátrá volt egy ilyen még kaptárszerű építmény, de mondom, nem lehet ilyet látni, ilyennek hasonlóját sem a mi életünkben, és akkor, ahogy ott leesett arra a füves mezőre, de a fű se fű volt, hanem az is, inkább az is valami más volt. És ott megint fává változott. És ekkor a bal oldalról, a ház mögül jött egy ilyen fehér fény, és az úgy, mint mikor egy kinyitnak egy teret, és akkor ez így az egész kép kivilágosodott. Ennyi volt. Tehát ez volt az első kép, a snittje, amit meg kellett festeni. Nem volt könnyű dolog, kék színbe kellett nekem ezt az élményt megfestenem. A második kép, tehát volt ez a bizonyos Nagy Iványi temető, amiről szó volt, pihentetőnek
festettem a temetőt. A harmadik kép pedig az a cím ennek a képnek, hogy jégvilág. Megint a szokásos sustorlóhang, lepergés, repülés valahová, és ahogy megérkeztem, minden jég volt. Az előtérbe, mintha jégkupacba emberek állnának, gyerek, ember, de azok nem statikusan úgy álltak, hanem úgy mozogtak. A maguk jégterével együtt mozogtak, és voltak nem fa, nem cserje, de mégis valami nagy levélszerű ágon voltak ott. Ha hasonlítanám, olyan volna, mintha egy ágra ilyen nagy kékes acélszürke valamiket, levélszerű dolgokat felraknánk egyet-kettőt. Hátrább pedig ilyen mélyedésekből kinővően ismeretlen objektumszerű dolgok látszottak, amelyik éltek. Tehát azok nem tárgyak voltak, hanem élő valami lehetett, mert például az egyik szemét lehúnyta, és másikszor meg kinyitotta. Még hátrább megint voltak ismeretlen alakú építmények, amiket életemben nem láttam. Ezeket többszörösen lerajzoltam, hogy minél pontosabb legyen, hogy pontosan tudjam visszaadni, hogy milyenek voltak. Éppen azért, amit mondtam, hogy hát egyszer megfejtik. Aztán volt más élményem is, talán most elmondanám a következőnek a legmaradandóbbat, ami azóta is kísért, és az életem egyik meghatározója lett, mégpedig az, hogy megérkeztem a szokásos módon valahova, egy térre. Ott voltak fák, voltak emberek, alaktalan emberek. Nem volt az arcukon, nem volt kivehető kontúr vagy forma, hanem arcok voltak, de olyan halott arcok voltak, akik ott ültek, várakoztak, vagy ilyen faszerű építménynek dőlve voltak. És én is ott megálltam és várakoztam. Háttérben ilyen fehér színű, gomolygó, kötszerű valami olyan se ember, se állat, hanem úgy a kettő köz, mindegyiket bele lehetett sejteni abba a bizonyos formába, az beszélget, vagy az állt szembe egy párral. A pár egy férfi meg egy nő lehetett, de nekem háttal álltak, én csak a kontúrjokat láttam, és semmit nem értettem abból, hogy aki velük szemben áll, egy magasabb lényszerű, hogy az mit beszél velük, vagy beszél-e egyáltalán, hanem egyszer azt éreztem, hogy ez a lény úgy felén fordul, úgy változtat a formáján, és ahogy úgy rám néz, akkor olyan végtelen szeretetet, végtelen jóságot éreztem, és olyan boldognak éreztem magam, olyan csodálatos, soha életemben az összes jó érzésem, mert ha összeadnám, összeraknám, nem ér annyit, mint amilyen ez a rövid pillanat volt, és akkor azt mondta nekem, hogy várjál, de annyi szeretettel várjál. Ezt többször megismételte, és ez volt a mi kommunikálásunk, vagy velem való kommunikálása. És ez alatt a rövid idő alatt adott mérhetetlen szeretetet, én azóta különösen akkor hiányolom, hogyha valamivel megbántanak, vagy valami úgy földi életemben nem úgy olyan, amilyennek szeretném, akkor kimondottan vágyok erre, hogy én ebből a szeretetből kapjak valamit. Most, ha arra gondolok, hogy meg kell halnom, most már nem félek, mint régen, nem borzolódnak fel a szőrszálaim, hogy ja Istenem, nélkülem megy, és forog majd a világ, és nem vagyok benne. Egyáltalán nincs halálfélelmem, de csak azóta, mióta ezzel az ismeretlen valami lénnyel megismerkedtem, mert tudom, hogy majd abban az eljövendő valamiben, akkor ugyancsak kap az ember szeretetet, megbecsülést, és ez az embernek erőt ad arra, hogy elviselje azt, hogy elporlik, de valahol valamilyen formában tovább él. Ez nagy élmény. Ez volt a legnagyobb élményem.
Aztán voltak még más élményeim is, illetve látomásaim, megfestettem azt is, hogy repülünk, megyünk alaktalanul egymás mellett valahova, valamiben, valamilyen formában, és hallunk bizonyos hangokat, ezt a képet is megfestettem. Aztán megfestettem egy olyan képet az élmény anyagom alapján, ahol várakozunk. Az nagyon érdekes volt. Valahova értünk, fák voltak, emberek voltak, ugyanúgy várakoztunk, mint más esetben is előfordult. De nem ismerve fel egymás arcát. És azt tűnt fel, hogy a fáknak a levelei és ágai egyszer csak úgy, mint amikor a levél lehull, de nem a levél hull le, hanem a fának a vége, tehát az ágaknak a vége, volt rajta egy ilyen kis gömbölydettség, amellett közvetlenül mindjárt volt két kisebb levélszerű valami, ilyen hosszúkás levél, és ahogy az elengedődött, és esett lefele, mintha a levelek hulltak volna le, de mégse levél volt, hanem mintha élő lény lett volna. Mint hogyha valami emberféle, emberhez hasonló valami lett volna, és ezek úgy hulltak lefele, úgy egyre több volt ott körülöttem, és én is ott voltam ezek között. Így kapásból hirtelen most nem jut eszembe más, a látomásokból, de eszembe jut a látomás és az álom, amiről már beszéltem, hogy itthon ezek úgy összeúztak, és ezek is úgy megmaradtak, ezekből is megfestettem hármat, de a jelentősebb, amiről beszélni akarok, az az volt, hogy mikor már itthon voltam, éjszaka arra ébredtem, hogy nem is ébredtem, mert először bekövetkezett az, hogy ott találtam magam azon a színhelyen, ahol én már jártam. Csak hogy nem olyan körülmények között kerültem oda, és nem úgy történt az odajutásom, csak ott voltam. És akkor éreztem, hogy valaki, valami nő a szívemre teszi a kezét, és az nekem jól esett, hogy az ott volt. És egy szempár az úgy lesett rám, ez egyébként végig kísért mindenütt az álmaimba. Az a fürkésző szempár, ami úgy nézett rám, alaktalan volt, nem volt feje, nem volt formája, csak a két szem orral esetleg, de főleg a szemek úgy figyelve, vigyázva, és az ott volt, és akkor ez alól a néző szemek alól a földből egy olyan angyalszerű valami kijött, hát angyalhoz hasonló szárnyak nélkül, egy ilyen női alak, zöld arccal, zöld kézzel, a keze zöld volt, és a fejemre tette a kezét, és hát úgy mondta, hogy nyugodj meg, nem lesz semmi baj, nem lesz semmi baj, és akkor még ott körülöttem voltak mások is, és felébredtem. Csak abban a pillanatban, amikor felébredtem, nagyon-nagyon rosszul voltam. Tehát egy nagyon erős ilyen szívrohamszerűség nagyon vert a szívem, és akkor elővettem, megmértem az érverésemet, és 114-118-zat vert a szívem, és azt hittem, hogy mindjárt meghalok. Akkor bekapkodtam, veszettem a gyógyszereimet, és aztán úgy nyugodtan feküdtem, ahogy azt tanították, hogy mit kell ilyenkor csinálni, meg ahogy az orvosok kérték, és akkor úgy megnyugodtam. Tehát ezek az álmaim ilyen nagyon erős, rosszul létekkel voltak kapcsolatosak. És ezek aztán, ahogy javult az állapotom, nyilván nem voltak ilyen erős rohamaim, akkor nem következtek be újból. Azok az élmények, amelyeket a festményein megjelenített, időrendben hogyan illeszkednek az élmény többi részéhez, például a testen kívüliséghez? Hát időrendben úgy lehet, hogy egyideileg, nem
nem különféle időkbe történt ez, hanem amikor én elvágódtam és megszűntem létezni, és láttam a többieket ott, az azzal párhuzamosan, mert olyan csodálatos dolgok történtek, ugye, hogy láttam a szobába lévőket, hallottam a hangjukat, értettem őket, láttam az orvost a ház másik oldalán, a földszinten, tisztán minden. És ezzel egy időben voltak ezek a, gondolom én, hogy egy időben lehetett, és többször, mert háromszor volt, amikor meghaltam, tehát klinikai halál állapotába kerültem. Háromszor. És mégis 9 élményem volt. A kompjúter nem tud olyan sebesen dolgozni, bár lehet, hogy ma már, mert olvastam valahol, hogy milyen szédítő dolgokra képesek ma már a kompjúterek, hogy ez az egész mindenség, amit én itt elbeszéltem, az mind egyidejűleg egyszerre történt. Nem, hogy na most az egyik, aztán a másik. A látomásoknak volt sorrendje, de a megfestésbe nem követtem pontosan az elsőknél igen, tehát az első 3-4-nél, aztán később már másképp csináltam, úgy csináltam, hogy méket nehezebb festeni, azt kezdtem meg, és még hagytam a könnyebbiket hátrább. Milyen érzései voltak ebben az állapotban? Amire visszatudok határozottan emlékezni, az a félelem érzés volt. Egyszer féltem a kutyától, hogy valamit tesz velem az a kis kutya, mert egyforma magasságban voltunk. Volt, amikor attól féltem, hogy el fognak engem ejteni a mentősök, amikor visznek lefele. De egyébként semmi más félelem érzetem nem volt, inkább olyan derűs nyugalom volt bennem. Úgy olyan jól éreztem magam abban a helyzetben, ahogy én voltam. És csak az tűnt fel, hogy a többiek ott egész oda vannak, hogy mi van velem, és semmiféle olyan illatot vagy zajt, ami konkrétan fogható, nem tapasztaltam, kivéve a harmadik képennél, a jégvilágnál, ahol minthogyha valamikor, valahol megpendítenének egy kis acéllapot, amit így felfognak, és a végét így megpendítik, és annak az elhall, nem a tiszta hangja, amikor jelenkezik, hanem az elhalló hangja, valami ilyesmi hangokat, ha ez maradt meg bennem, több más hangélményem nincsen. Érzelmi élményem, amit elmondtam, és hát a látásban az, hogy nem tudtam hova rakni a látott világot. Nem találkoztam ilyennel. Értem. Ezzel a különös se nem ember, se nem állat lénnyel milyen formában kommunikáltak? Egyoldalú volt a kommunikálás. Ő beszélt hozzám, nem látszott az, hogy úgy szájmozgás lenne, csak úgy érezhetően felén fordult és hozzám beszélt. És tisztán nekem azt mondta, hogy én még várjak. És a vele való találkozás egy alkalommal egyszer nekem azt mondták, hogy te az Istennel találkoztál. Én erre azt mondtam, hogy nem, ez ellen tiltakozok. Hogy nem, én nem tekintem Istennek, mert akkor ennek a lénynek a kisajátítása egy ilyen vallási dologhoz kapcsolódó lenne. Én ugyan vallásos embernek tartom magam, eljárok a templomokba, a sátoros ünnepeken, a bajba vagyok, rimánkodok, imádkozok, hogy csak most segíts meg Istenem, aztán elfelejtem meg is köszönni sokszor, de úgy érzem, hogy nem tartozok a bigottan vallásos emberekhez, hogy most azt mondanám, hogy igen, az volt a jó Isten, és én találkoztam vele, nem tudom, mi volt. Nem lehet rá pontos kielégítő választ adni. Nem tudok rá válaszolni. Mit gondol, milyen változásokat hozott ez az élmény az életében?
nagy változást hozott. Két irányba is, egy az élet szemléletembe, magatartásomba, másik pedig a művészetembe. Az élet felfogásomba az, hogy korábban valaki megbántott, nem aludtam egész éjjel, bánkódtam rajta, nehezen emésztettem meg, hogy igaztalanul történtek a dolgok velem, és sok problémát csináltam. Most igyekszem mindenen könnyen túltenni magam, és könnyen fel is dolgozom. Tehát a feldolgozási készségem nagyon felgyorsult. Tehát bármi ér engem, én azt nagyon hamar a helyére tudom rakni, tizednyi idő alatt, mint régen, és nem hagy bennem nyomot. El nem tudtam volna régen olyat képzelni, hogy például én valahol vagyok, és az nekem fontos, hogy én ott maradjak, mert esetleg rólam van szó, és van a teremben egy valaki, akinek a jelenlét engem zavar, stresszt okoz valami ok miatt, mert az megbántott, vagy tudom róla, hogy nem szívlel engem, hogy én felálljak és elmenjek. Most az van. Ha bármi ilyen van, könnyedén felállok, és nem elmegyek, nem tartom fontosnak és jelentősnek az, hogy én a körülöttem lévő világhoz annyira igazodjak, mint régebben, annyira mindent figyelembe vegyek. És az életfelfogásomban az a változás, hogy hát úgy is élünk, hát úgy is nem halunk meg, úgy a dolgok fölé tud emelni. És ennek nagyon örülök, mert ez nagyon sokat segít az én életembe. A másik pedig az, hogy az én festői színvilágom nagyon meggazdagodott, mert bekerültek a készínek. Eleinte csak azokba a táblaképekbe kerültek be, amelyik a halálon túli élettel kapcsolatos volt. Most pedig már mindenben benne van. Most már szívesen használom a kékszínt is, és így sikerült sok szép kékszínű erdélyi képet festenem, és hát gazdagodott a palettám, aminek nagyon örülök, és a kollégáim is most már nem viccelnek, hogy majd vesznek nekem kék festék. Néhány fogalmat szeretnék mondani, olyanokat, mint karrier, siker, pénz, tudás, hatalom, szeretet. Mit jelentenek ezek a fogalmak önnek? Hát mindenkit sorba kellene szedni, hogy mi mit jelent, de én már úgy vagyok vele, hogy egyrészt a korom miatt is, az korral is jönnek ezek a dolgok, de az infarktus óta különösen, hogy ha van pénzem, ha nincs pénzem, most már nem izgat engem úgy, mint régen. Úgy egyszerűen, hogy én valamikor nagyon boldog lettem volna, hogyha a zsebemben annyi pénz lett volna, mint amennyi esetleg volt infarktusom után, és ezt vettem volna, meg azt vettem volna, és ezt csináltam volna, meg ide mentem volna, meg oda mentem volna. Tehát ezek a belső vágyak úgy megfakultak, meghalvány nyúltak. Tehát ezt most a pénzre mondom, a pénzzel kapcsolatosan. A sikerrel kapcsolatosan. Hát az egészséges embernél a sikerélmény az nagyon fontos, és jó is, hogyha van. De hogy mindenáron sikerélménye legyen, és azért ölni, hajszolni magát, hogy minél több legyen, az is kiölődött belőlem. Sokért nem adtam volna régen, hogyha azok az eredményeim lettek volna meg, amit most infarktus utáni következő években úgy természetesnek vettem. És nem hogy természetesnek, hanem úgy, hogy hát ez van, örülök neki, de nem esek most annyira hasra, mint korábban, mondjuk egy díjtól, vagy egy nagyobb elismeréstől, hanem röviden talán azt lehetne mondani, hogy minden fakult, veszített a színéből, előnyére a dolgoknak, tehát úgy előnyére, hogy amit említettem legelőször, a megbántások esetében a tolerancia készség, az is például most
sokkal toleránsabb vagyok az emberekkel szemben. Sokkal jobban tudok örülni a másik sikerének, és tudok őszintén oda menni és gratulálni, akkor is, ha ő korábban nekem több elismerésemhez nem gratulált, sőt, volt, aki megírta, hogy milyen díj az, amit már te is megkaptál. És én most, mikor ő kapott díjat, baráti szívvel, ezt hozzáteszem, tényleg, jó szívvel oda mentem, és azt mondtam, gratulálok, örülök neki, hogy megkaptad, már régen megérdemelted volna. Ezek a jellembeni, magatartásbeni változások is ezeknek köszönhető. Tehát ennek az infarktusnak köszönhető, hogy, és ennek az állapotnak, ami bekövetkezett. És még van egy nagyszerű dolog, amit a holland orvosok, akik, mikor hazajöttem Magyarországra, ez elmúlt, itt nem volt meg, tervszerűen készítik fel az infarktusos betegeket az elkövetkezendő életre. Itt is van felkészítés, de korán se. Ott foglalkoztatnak például a Brédai Kórház Belgiumból hozatott, Belgiumból jár át a két legjobb belga pszichiáter, aki amikor annyira van a beteg már, hogy tud erről a dologról beszélni, akkor felkészítik, hogy hogy kell élni, milyen magatartást kell tanúsítani. És ez most nem az én érdemem, hogy olyan formába tudtam változni, és úgy változtam, ahogy változtam, mert ezt elő is segítették. Tehát ahogy én érzek, viselkedek, akár vagy a magatartásomban, azt nem annyira magamnak, mint egy tanított magatartásnak köszönhetem. És jó volna, hogyha ez nálunk is bevezetést nyerne, hogy az infarktuson átesett emberek, legalább másokra is vonatkozik ez, nem csak azokra, valahol, valamilyen formában ilyen képzést és tanácsot, segítséget kapnának. Azok az emberek, akiknek elmesélte ezt az élményét, mit szóltak hozzá, hogyan reagáltak rá? Nagyon különféle volt a reagálás rá. A legtöbb ember úgy csodálkozva hallgatta, hát voltak olyanok is, akik mondvá, hogy messziről jött ember, minden mondhat, van egy ilyen magyar mondás, így viszonyultak hozzá. Voltak, akik őszintén hallgatták is, és kicsit hittek is abban, mert én, akinek így elmondtam, azt sugaltam mindenkinek, hogy ne félj komám a haláltól, vagy ha nem közeli volt, ne féljen tőle, nem lesz semmi baj, meghalunk, de tovább élünk. És ennek a tudatába könnyebb az életünk, a ránk váró nehézségeket is könnyebben tudjuk majd elviselni. És voltak, hogy megértették, és láttam, hogy úgy őszintén el is fogadták. Voltak olyanok, akik egyenesen rossz hiszeműen olyasmit mondtak, nem így mondtak, de kiéreztem a beszédjükből, hogy valószínű, hogy mintha én talán ezt az egészet arra használnám fel, hogy magamnak valamilyen eredményt érjek el vele, akár a képekben, akár meg egyéb vonatkozásban. És ezeknél az embereknél azt tapasztaltam, hogy ezek korábban is, most csak azokról beszélek, akiket korábban is ismertem, velem szemben ellenérzőlettel voltak. Vagy azért, mert sikeresebb voltam, vagy azért, mert az alkotótábort, amit vezettem, abban nem hívtam meg, mert tudtam, hogy egy iszákos vagy olyan, aki a közösség szellemét rontaná, és nem akartam, hogy ott szellemrontó legyen, és mindig volt benne velem szemben egy ellenérzés. És azoknál tapasztaltam inkább ezt. Köszönöm. Befejezésül azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol most a halál utáni létről? A halál utáni létről mindenkinek van valamilyen gondolata vagy elképzelése. Vannak nagy csoportok, vannak vallások, szekták, tömörülések, akiknek határozott elképzelése van ezekről. És hát ez nem mindig egyforma, sokféle az elgondolás. Én a magam tapasztalata alapján, hát sajnos azt kell mondanom, hogy a magam tapasztalata alapján mondom, hogy egy ránk következő életben
olyan érzésem van, hogy egy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott életforma következik ránk valahol, valamilyen formában, ha tovább élünk, mert mindaz az idő, amit én úgy töltöttem el, hogy nem éltem, tehát klinikai halál állapotában voltam, azok mind nagyon derűsek voltak, mind harmonikus, nyugodt élet volt. Tehát ebből merem azt a következtetést levonni, hogy a halál utáni élet talán nem lesz annyira terhes, zaklatott, meg stresszel teli, mint a mostani életünk. Köszönöm. Van-e valami, amiről nem beszéltünk, de fontosnak tartaná elmondani? Egy pillanatig gondolkozok, mert az előbb valami eszembe jutott, de már kis csapódott a fejemből, mert az ember úgy igyekszik oda koncentrálni, de nem jut eszembe. Úgyhogy köszönöm szépen, és örülök, hogy elmondhattam. Köszönöm. Remélem. Köszönjük, hogy elmondhattam.